minden honfitársunknak el kell végeznie a maga feladatát. Oda kell tennie önmagát a vezetőtől az utolsó beosztottig, az értelmiségitől a kétkezi munkásig. Mert mindannyian egy hazának, egy nemzetnek a tagjai és részei vagyunk. És egyfelé, egy akarattal kell tudnunk építeni hazánkat. Mit tehetek én? Elsősorban magamat kell jobbá tennem. Itt kezdődik. Ha szeretném megváltoztatni a világot, jobbá tennem hazám sorsát, az azzal kezdődik, ha ajzolok egy kis kört, és nem azon kezdek el gondolkodni, hogy a körön kívül mit kéne csinálni, másoknak mit kéne csinálni, mert ebben jók vagyunk, panaszkodni, meg a másik miért nem csinálja, a másik miért nem csinálja, az ő hibája, az ő felelőssége, az ő bűne, köpködni, meg panaszkodni, meg másokat ócsákolni, de nagyon könnyű. A kis körön belül, amit rajzoltunk, azon belül kell elkezdeni a munkát. Magamba nézni, és azt mondanom, hogy nekem kell jobbá és szentebbé lennem. A családomban, a munkahelyemben, a közvetlen környezetemben. Milyen szülő vagyok, hogy nevelem a gyermekeimet. Hogyan viszonyulok a munkatársaimhoz, embertársamhoz. Hogyan beszélek a mindennapokban. Milyen házastárs vagyok. Milyen gyermek vagyok. Milyen tanuló vagyok az iskolában. Milyen magyar vagyok. Milyen keresztény vagyok. Meg tudom védeni az ártatlanokat. Tudok-e segíteni a rászorulónak, akkor is, hogyha lehet, hogy nem vagyunk a legjobban, jóban, lehet, hogy másként gondolkodunk, de felismerem-e benne a testvéremet? Nekünk keresztényeknek ebbe kell példát mutatni. A világban nagyon sok a széthúzás, és ahol ez van, mindig valami sátáni dolog van, mert a görög neve nem véletlenül diabólusz a gonosznak, szétszól. Ő neki ez a taktikája. Húzzunk szét, szakítsuk szét. Legyen megosztottság. Nekünk azt kell keresni, hogyan tudnám az egységet megteremteni, hogyan tudnánk valóban igazi testvérei lenni egymásnak. Nem úgy, mint Káin meg Ábel, hanem igazi jó keresztény testvérei. Kedves testvérek, befejezésül emlékezzünk meg arról is, hogy Szent István nem más, mint a szűzanyán. A magyarok nagyasszonyának ajánlotta hazánkat. Az ő pártfogó közbenjárásában bízunk mi is, hiszen valóban Máriának ajánlott nép vagyunk. Nem a történelem véletlen múló jelenségei, hanem szuverén nemzet, aki joggal bízhat Isten gondviselő szeretetében. Imádkozzunk, de tegyünk is meg mindent hazánkért, népünkért és a lelki megújulásunkért. Kérjük első Szent Királyunk közbenjárását, hogy az év példáját követve minél több magyar válassza Krisztus útját, a kapzsiság, anyagiasság, az eltúlzott testi élvezetek hajszolása helyett, és ezzel segítsünk másokat is abban, hogy irányt tudjanak változtatni, mielőtt mindent elveszítenének. Ez is feladat, irányt kell tudnunk mutatni másoknak, akik még nem találtak rá a helyes útra. Nem kizárni őket, kitaszítani őket, hanem meghívni őket. De ez akkor lesz hiteles, ha valóban úgy is élünk, nem csak beszélünk róla, hanem azt látják, hogy igen, ez beszél a szeretetről, és ezt meg is éli. Jó a közelében, a környezetében lenni. Érzem, hogy benne Krisztus szeretete működik. És én is vágyok erre a szeretetre, mert minden ember vágyik a szeretetre. És Isten maga a szeretet. Én befogadom-e, és azt tovább tudom-e adni másoknak. Kedves testvérek, legyünk bölcs emberek, akik tudják, hogy életünk, jelenünk és jövőnk Isten kezében van. Építsük mi is családjaink és országunk jövőjét az egyedüli szikla alapra, Krisztusra és az ő törvényeire, hogy ne csupán a földi hazát megőrizhessük, mert ezért kell itt tennünk földi életünkben, a földi hazáért dolgozunk, de nem feledkezhetünk meg, hogy az örök mennyei haza felé tart mindannyiunk, és erre is gondolnunk kell. Ha ez a szikla alap megmarad, ha erre a szikla alapra
vigyázunk és őrizzük, és továbbra is erre a sziklára építünk, ahogy a bölcsember, akkor lesz szép magyar jövő. Amen.